én csak gyalogosan tudom értékelni most. Hát autóval is járunk, de ritkábban. Figyelni kell egyébként a közlekedésre, tehát ugye nagyon sok repedés az aszfalton, emberek hát, nehessenek. Igen, ezeket mind figyelni kell, hát az ember nem tudja, hogy egy kocsolyában mi van alul. Nagyobb gödör van-e, vagy csak víz? Azt hadd kérdezzem még meg, hogy gondolom, 20-30 évvel ezelőtt is járt, akkor milyen állapotban volt? Hát azért az idő megviselte azóta, tehát valamivel jobb volt, de azért ennyi év alatt csak-csak romlott az állapot. Ez természetes, ugye nagyon sok a zárt menő forgalom rajta. Én különben azon csodálkozom, hogy sok vidéki buszt például kiterelhetnének az aluljáron keresztül. Azoknak miért erre kell bejönni? Feltétlenül, sehol nincs megállója már. Én Gönyűről jövök, megáll kinn az iparkamara magasságában a busz, és utána már csak ide bejön. Tehát ott nyugodtan bejöhetne az aluljáron keresztül, hát elkészült az új aluljáró. Enyhült a forgalom, mióta átadták az alagutat, de a híd állapota azért elég sok kívánnivalót hagy maga után. Akár a gépjárművek útvonalát nézzük, akár a gyalogosokét, a járda is tele van gödrökkel, megáll benne a víz. Télen, hogyha fősózzák, akkor a sós víz is tönkreteszi a cipőt, a nyomsávok az úton, meg tele vannak gödrökkel, elmegy egy busz, óhatatlanul is fölfröccsen a víz az embernek a ruhájára, hát megérett a felújításra.